Jó reggelt mindenkinek, itt vagyunk. Elkezdjük a mai versenyeseményt Ádám kollégával. Jó reggelt kívánok én is. Kipipáltad nekem is a partit? Nem tudom, mondom, mert nem tudok. Szerintem neked is felveszi a hangodat, mert múltkor is felvette, csak... Érted, kipipáltam neked. Én nem tudtam kipipálni, úgyhogy szerintem Party is being broadcast. Hát akkor Bob Partit felveszi, úgyhogy csak pont. Mindjárt megnézem. Szerintem felveszi a Partit is. Ezt rá kéne frissíteni, mert ez nem érzékeli, hogy live-olok. A kis buta. Megjön nekem is, de most már jó. Chatroomot megnyitom, aztán itt lehet írosgatni. Még nem néz senki, még egyenlőre. Szerintem téged nem hallani az enyémben. Szerintem téged lehetetlen. Hát hogyha rámész a partikre, tudod a home-ba, hát van egy... kocka fönt, hogy include my audio, az neked ki van pipálva? De nekem nincs ott, nem érted? Tudom, mikről beszélsz, de nincs ott. Hogy nincs ott? Hát mondom, hogy nincs. Part is being broadcast. Szép. Hello, Renato írt. Renato, jelezd már vissza, hallasz engem, ugye? Légy szíves, Ádámot is. Ennyi a legegyszerűbb. Csak a Merci, csak a ház turbó? Hallasz minket? Erősítsetek már meg, mert Ádám nem... Ádám már nem mondjuk, tudom, mit, milyen... Én csak a sajátomon néztem, elég, hogyha ti ide jól, nem? Az enyém az ő is csak ilyen visszanézősre van. Üdv a melóból. Sufikán. Hallak, akkor jó. Turbo hall minket, hát akkor mindenki hall. Akkor jó. Érted, akkor nincs gáz. Na. Elkezdődött. Végre valahára. Süt a nap. Süt a nap bizony. Majd időjárásról megerősítést kérünk, hogy mi lesz. Jó minden, srácok. Oké, király. Szuper. Azért betöltem a streamedet, hogy is visszaellenőrizem a hangot. Igen, Ádám, már megszoktam, hogy így kötekedni szokott, hogy nem jó, aztán... Visszahallom, hogy amúgy nincs is baj. Jó ez. Nem tudod, vagy csak viccelek, Ádám. Tökéletes. Na, hát nézzük, ki lesz az első, aki kimerészkedik a pályára. Adminátornál inkább a kép fontos hang, ha nincs se baj. Ja. Igen, igen. Igen. Turbo. Rávilágosított minket erről. Ez jó. Ez jól tette. Egyelőre mindenki a boxban van. Esetleg és van. Milyen gumikkal fognak igen jönni? Mert ugye ez short, tehát itt mész egy kört, és akkor azon rajtolsz. Igen. Időmérős eltétes van, jön egy Williams. Tudunk róla. Arti. Időmérős eltétes B-be? Hát én megmondom őszintén, nem tudok róla. A-ban nekem van, azt tudom. Nem lesz eső. Rosszalkodtam egy kicsit, de nem akartam. Elnézést kértem. Elkezdtek kérni. Nézzük, Arti, ő gurult ki elsőnek a pályára. Már le is ment egy kicsit a pályáról. Nincs eső, azt mondja Dávid, napos lesz. Hát akkor igen, száraz futamunk lesz. Arti tisztítja meg legelsőnek a pályát. Jaival. Jó, poros. Ide látni, hogy veri felfel a William support. Melegíti a gumikat kőkeményen. Nehogy ez visszaköszönjön. Nekem visszaköszön már, most köröm. Túl melegek lettek azok a gumik. Könnyen túl lehet melegíteni.
Azt aztán nagyon belejtett jót, is. Igen. Belgium, idézem. Egyelőre csak Pintér Ádám és Sufni van közepesen, mindenki lágyom úgy. Igen, igen. Aha. Legalábbis nekem az ötletje. Aha, Pintér Ádám és Sufni az, akik közepest választották, de ebből még nem következtetünk semmit. Lehet tudni. Na nézzük Artit. Ahogy már megszokhattátok, vele fogunk végignézni egy kört, és megnézzük, hogy mivel nyitja az időmérőt. Hát éve, ha nem veszi el neki a játék itt. Átkapcsolok onboardra, mert itt elveszi mindenért. Sárgázás van közben. Közben lehet egy utána jártam valaki... a dolgoknak, elvileg csak Robinak lenne időmérés eltiltása, de ugye most nincs. Robinak? És ő nincs? Hát akkor senkinek magyarul. Igen. Hoppá! Ez a Pintér Ádám megforog. Meg... Ádám? És talán is verte a falhoz. Első szektorban. Falhoz öt, falhoz csapta. Hát, neki csúszott csak. Hát igen, azokkal a közepesekkel óvatosabban kell olyan szempontból, hogy azok egy kör alatt nem igen melegszenek fel. Hát vagy pont túl melegedett, hát, ahogy láttam. Vagy pont túl melegedett, de most igen, kétes a dolog. Nézzük Arti top, egy kis Ken Block. Ez a sárga van a középsőben. Nézzük, megvan az utolsó szektor, megvan. Utolsó kanyar. Szépen megvan, és nézzük, mivel kezdünk. Na, 33-8. Elkezdtük a qualit. Tényleg látjuk, mire elég? Közben Renato is első szárnyal. Renátónak nincsen szárnya. Igen, tehát ő így leamortizálta valahol a Tororosszot. Közben Krumpli 33-2-vel átveszi a vezetést. Csapattársa Kunalmi bejön a másodiknak, 33-7-tel. Ákos végig a Ferrarival is bejött, 34-0. Közben ki van még mérkőn, aki esetleg... Red Bull 1-2-dik. Martin csapattársa. És közben Ákos Hun. 33-2. Vagy szoros. Élre ugrik. 6000-del. Nem is kicsit szoros, 6000-del. Hopp-hopp-hopp, az ott nem tudom, ott a fiúk nem értették meg egymást, Pintér Ádám és Cseh. Érdekes volt. Ujjjjjjjj, hát ez biztos nem mondja meg Klasszinek. Nem is. Most kezd egy újat, de nem hiszem, hogy lesz elég ilyenese. Közben Dávid is befejezte a körét, 34-4-90. Életesen Dávid is befejezte, 34-4-90, így van. Asgerinek nincs még mérköre, illetve még sok embernek nincs, valószínűleg elvette tőlük. Igen. Ez a gyönyörű játék. Egyelőre csak lágyas mérkörök vannak. Igen. Közepeseken még nem sikerült mérkőt teljesíteniük annak a két embernek, Pintér Ádám és Sufni személyében. Sufni viszont kifelé jön a boxból, Pintér Ádám visszarakta a lágyakat, úgy látom. Igen, hát csak Sufni van, közepesen. Ő nem kínlódik. Hopp! Hát igen, azért körönként ez egy másodperc a hátrány, közepesen, körülbelül. A lágyhoz képest. Annyi kis bejelentés az áliga tagokhoz, hogy mielőtt még valaki kiakadna, hogyha meglátna minket Ádámmal a McLarenbe. Igazolás történt, a McLaren színeibe folytatjuk a versenyzői pályafutásunkat. Illetve nekem időmérős eltiltásom van. Ez érdekel közlemény. Érdekel, hogy miért, az... Azért, mert... Eltartottam turbót. Részletesebben meg tudja nézni az előző... felvételem. Sancho Dávid kollega csatornáján. Half.ra kapcsolt, amikor ez történt. Kezdve vannak a mért körök már. Igen. Záporoznak a mélyét körök, egyenlőre pozíció... Nem, a Sufnit nézem, kíváncsi vagyok, hogy a közepesen.
Megy. De most igen, sufni a McLarennel, közepeseken. Rokor írja, hogy a gumikezelés miatt érdekesebb lehet majd a verseny, szerintem. Hát, igen. Igen, mert én is úgy vettem észre, hogy a... Végig lehet menni elvileg lágy közepesen, csak a lágy az... Hát eléggé határon lesz a végén. Hát az... A szokása. Max a guminyomáson állítunk majd egy kicsit. Mivel én hátulról rajtolok, engem ez nem érint. De... Majd a gumistratégiában persze. Nézzük Sufnit. Gyönyörűen megvan az utolsó szektor. Rendben, jó. És már csak egy kanyarja van. Nézzük közepesen mire képes. Szélesre sikerült. És a 8. 34-5. Szép. Közepesen kell Sufni. Igen, hát jól mondja, csak Geri most előzi meg. A többiek, hogy nem mentek mérkőrt. Elengedi Chet szépen, aki most fogja megkezdeni a mérkőrét. Neki még nem sikerült teljesíteni, valószínűleg elvette. Óvatos, még kicsit sem menjen le arról a pályáról, mert azonnal rossz a játék. Renato áll a pályán. Ó. Ó, ó, ó. Jó reggelt, Renato. Hát itt nem a legjobb hely. Lehet leverült a kontroller. Szerintem. Bár nem hiszem, akkor magát talált a Cezai. Aha. Hát ennek ennyi. Valószínű. Szerintem valami mechanikai probléma, vagy nem tudom. Magát a Honda magát, elég szépen. Renato esetleg, hogyha... Nem lesz ilyen átülés. Igen, pont azt akartam mondani Dávid kollégának, hogy most megszereztük a McLarent, most egy darabig innen nem megyünk sehova. Nem lesz most már ülésgetés, így van. Ebbe egyetértek. Közben Renato, hogyha nézi a streamet, leírhatna a üzenetbe, hogy mi történt. Igen, hogy mi történt vele, mert nem tudjuk. Egyszer csak megállt a rossz szó. Bocsi gyerekek, ha killnia kellett. A gyereknek. Pá. Hát versenyzés közben? Ezt a versenyautóban nem oldhatok meg. De nem neki kellett, hanem a gyereknek. Milyen gyereknek? Miről beszélsz? Hát gondolom van gyereke, nem? Ja, tényleg, is láttam. Jó van, ja, gratulálok. Jó van, kollégám, jó van. Nincs itt baj, nincs itt baj. Még fel kell érted, tudod. Na, igen. Közben Cseh átvette a vezetést, 33-0. Majdnem 32-es idő. Igen. Vajon lesz 32-es idő? Biztos, mert már most nulla. Lesz szerintem. Sajnos ez van. Bár építőmesternek. Azt most így nem értem, kifejtenéd? Ádám. Értem. Sárga az első szektor. Hát valószínű elengedés. Valószínű. Nem láttam senkit. Köszönjük velük. Megmondom őszintén, elsőnek, amikor mentem ezen az USA-n, azt mondtam, hogy ez egy nem szimpatikus pálya, de hogy többet mentem rajta, esküszöm megkerveltem. Hát igen, hogyha ráérzel főleg az első szektor, és jól be tudod venni, az elég élvezete szerintem vezetni. Hát nekem az a kedvenc részem az első szektor, és Ádám 32 fél! Hú. Az igen. Az nagyon-nagyon rávert a többiekre, Pintér ellen a Renault-val. Még azt is megmerem kockáztatni. Hát mondjuk ez merész kijelentés lenne, hogy 31-es idő, mert ába biztos, de itt nem tudom. Hiszem. De ki tudja. Hát, aki még oltat. Igen. Jó. De Deadly Markiko, a Mercedes-szel. Ugye a csapattárs ott van a 8. helyen, 34-0-val. És
Márkikó most fogja majd megkezdeni a mérkőrét a Mercivel. Ez a Mercinek pedig eléggé most fekszik ez a pálya. Bravo Ádi, azt írják már Pintér Ádámnak. Hát igen, szép volt. Szép volt. Na nézzük Márkikót. De vagy lehet, hogy most csak a két mert is Planet megy mérkőrt. Talán Desperado, a legelőrébb. Hopp! Desperado-nak elmegy a szerintem. Harmadikba sárgáznak. Kicsit lecsúszott az évről Classic Planet. Kicsit nagyon. Hát az előfordul. Most Márkikót nézem, mivel neki még egyáltalán nincs semmilyen köre. Hát Classic-nek is csak egy 37-2 van, azt sem mondanám olyan. Hát az is egy felvető körszerűség, igen. Nem javított. Vagy elvette, nem tudom, de már nem maradt erre sem. Márkikóra leszek kíváncsi. Javít eddig? Borsó kanyar. Nem, majd ez az jelentés lesz, így szoktam. 13. 36-2, hát nem tudom, nem állt még neki össze. Hát ez már sok ideje nincs. Nincs bizony, 3 perc, 3 és fél perc. Már annyi se. Hát még egyet ki tud jönni, hogy is jött szerintem. Classy. Nem tudom, hogy ez most miért kör akar-e lenni, de nincs IRS abban az autóba. Igen. Az előző körét is nagyjából így mentem. Csak közben felvezető körön, szerintem majd fog menni még egy mérkőt, nem hagyja annyiban, hogy ő a második helyről rajtoljon. Hoppá! Csákos 32-3! Azt a mindenit. Mérkőr. Igen. Nézzük Chet, vagy esetleg Krumplit, vagy Ádámot, aki esetleg válaszolni tud-e ezekre a körökre. Ez lesz itt a fontos. Pole pozíció, ugyebár. Mivel csak ez az egy kvalifikációs session van. Nem lesz több, ezután egyből verseny következik. Szufni a pályán kívül közben. Nem olyan vissza. Igen, elengedi a srácokat nagyon sportszerűen. Hopp! Hoppá! Valaki leparkolt Ákos egy Ferrari-val. Az így. Azt a védőrit. Hát ez közel én, volt. Értem én, srácok, mit akartok. Értem én. Én amúgy pont így jártam most Debrecenben még. Sávot akartam váltani. Illetve nem is, mentem az én sávomba. És a srác akart sávot váltani irányjelző nélkül, azt így behúzta elé, mint valami Forma 1-es pilóta, amikor védekezik, mondom, mi a picsa. Aztán így az itt tanult reflexeimmel így én is félrehúztam, de nem húzom félre, lehet, hogy koccolunk egy kicsit. Én is jártam így, úgyhogy mondom, hogy most nem ez közel volt. Bizony, hogy közel. Az veszélyes volt. Nézzük, cse... ez mérkőr vagy outlap? Bármelyik Ákos a pályán kívül volt. Outlapet ír, de... igen, de ott megpörgött a poros ígyben szerintem. Igen, csak Krumpli is lecsúszott szerintem. Ezért volt veszélyes. Azt nem értem, hogy se. Miért nyomja neki, mikor még csak felvezető körön van? Azt írja, hogy outlap, de az előbb is outlapon volt, úgyhogy szerintem ez bagos, és most ja. Mérkőr lesz. De nem biztos, majd azért nézem én is, mert azt írja outlap, érdekes. De hát most... hopp! Box, aha. De bejön a boxba. Igen. Igen, igen.
Szerintem ő már nem fog javítani, ez biztos, mert nincs ideje. Fél perc van hátra. Ádám is outlap. Nekem ez fura. Nem, új. 20 másodperc alatt nem fog áttérni azon a célvonalon. Ádám, úgyhogy ez Nem. box, szerintem. Ákos boxban. Ki az, aki esetleg mért körön, azt vadászom. Desperado van, Desperado nem fut körön. biztos. Az körül. Nem vissza. Húzatja neki, legyenesbe. Jó, nekem egy csak most kezdi meg a körét. 1002-es ladának. Az mekkora szám amúgy az 1002-es lada. Vezettél olyat, Ádám? Nem, nekem az kimaradt. Nem tetszik amúgy, csúnya, de viszont basszus, ahhoz képest, hogy 70-es években gyártották, hogy még hamarabb megy, mint a golyó, érted? Ajaj, hát azt szerintem azt elvette. Ujjjjj! Desperado jár mindenütt. És bejön a boxba, igen. Pintére, de meg tudta kezdeni a körét. Nem mondod komolyan. 20 Szerintem, másodperc alatt felért onnan. Szerintem nem ért fel, hát most kezdte el. Szerintem bagos megint a visszaszámlálás. Jó, biztos amúgy. 14 ezredre javít egyenlőre a saját idejétől. Kicsoda? Pintér Ádám. Yeah. Őt nézzük most, mert még ha meg tudta kezdeni a körét, az... Megnézem gyorsan, van aki még fejezze be kört. Hát Arti elengedte, ahogy látom. Ákos, most fejezi be. Ja, hetedik ja, csak. Mindjárt hát, kiderül. Lehet, hogy tizedet ja, javított, vég Ákos. Azt hittem Ákosul, jó van. Ferrari Ákos. Igen. Hát akkor a már csak nagy Ádám leszek. Igen. Kettes Renault-val. Na csak az a kérdés, hogy első vagy második hely lesz. Igen, ez a kettő lesz. Ott javított az első szektort, a második szektort megmondom őszintén nem figyeltem. Itt pedig egy kicsit lecsúszott, de szerintem ez még határeset. És nézzük, hogy hova ér be Ádám. És nem veszi át a vezetést. Két tizeddel elmarad. Hát akkor McLaren Pro. Hát Ákos megnyerte. Ákos vagy ez nem McLaren? Fog indulni a ház. Száz. Bizony. Screenshot szokás szerint. Na hát Ákos, Pintér Ádám, Cseh, Desperado, Kumpli, Unarmi, Végákos, Arti, Vasgeri és Dávid. Ez a top 10. Riki, Sufni, Márkikó, Klesszi, Renato. Ez pedig a top 15. Hát ez itt a végeredmény, ugye Renátónak nem... És mindenki leálljon rajta az első 10. Miért kell teljesíteni? Ez fontos lehet. Mechanikai probléma miatt a Toro Rosso-ba. Megállt alatta a Rosso. Hát kíváncsi leszek, hogy a első 10 után ki milyen gumival jön. Nézzük a versenyt, ami szintén napos lesz. Gyönyörű időbe, ideális körülmények között fog zajlani szerintem a verseny, ahogy leírták a srácok nekünk. Így is van. Süt a nap, a közönség újjong. Nem tudom, hogy minek, amikor még nem is megy a verseny. Hát. A hangulatban vannak biztos. És figyeljük a redizőket egyébként, Ádám. Figyeljük a redizőket, mert... De mondjuk érdekes, B-ben nem szokott ezzel baj lenni. Hát igen. Hogy rediznek. Ába is nem tudom, hogy kinyomott rá. Jó van, hallgass. Az egyszer volt. Azelőtt is mentem egy pár ötkörös, aztán így megszokásból rányomtam. Mikor rányomtam, így lepergett előttem az életem, hogy... Mexikóban úgy én is majdnem rányomtam. Tudod, csak vissza akartam nézelődni, hogy ki van mögöttem, aztán majdnem nyomtam az alatt véletlenül. Csak az Ákos Hun a szülinapos. Ákos Hunnak szülinapja van, Turbo kollega közölte velünk. Akkor boldog születésnapot. Boldog születésnapot. Ezt így full egyszerre mondtuk, Ádám.
Hát ennyi az összhang. Így van, ez... Nem tudom, hogy hanyadik, 05, talán 2005-ös születésű lenne? Lehet, hogy hülyeséget mondok. Sákos Ákos. Hunyert. Igen, pole pozícióból Na hát indul a akkor. Haas-szal, szülinapja alkalmából. Szépen meglepte magát. Igen. A szülinapja erőt adott neki. Nézd meg az embereket, milyen boldogok ott a lelátón. A VIP-ba. Hát igen, nem egy kis viszkit elszapogattak már aztán. Jó a hangulat. Persze, itt vasárnap délelőtt. Olyat is lehetne egyébként csinálni a ligába, hogy az időt beállítani, mit tudom én, morningra a B ligába, az A ligába pedig afternoon. Ilyen realisztikusabb lenne. Talán ezt is felvetem majd Dávid kollégának. Aztán Hát, eldönti, hogy lehet-e, mert sok szerintem élvezetesebb jelentősége lenne. nincs, nem? Nem Sok próbáltam jelentősége nincs, reggel. de azért realisztikusabb lenne, érted? Na és megkezdődtek a redizések. Nem tudom, ki volt először, talán Dávid, Szerintem de ez most Dávid. már lényegtelen. Lényegtelen, mert úgy is indulnak. Csak a McLaren K-val. Igen. Két kával. Két K-val, igen. Na, kezdetét veszi a felvezető kör. És Sufni és Renato döntött úgy, hogy közepeseken fog rajtolni. Igen. Renato, ott csillognak azok a sárga oldalfalú Pirellik. Hát igen, itt alapvetően a keményet nem hiszem, hogy nagyon indokolt lenne. Ahogy látom, Dávid, mégis így Dávid, hallok gondolják. mindent. Hát tudom, Dávid, azért mondtam. Mi mit mondtunk? Felvetettem egy ilyen ötletet. Ja, reggelt. Tudod, igen, az időjárást. És a McLaren-en is, Sufrin is ott csillognak azok a sárga gumik. Egyelőre senki nem lesz senkinek. Ja, elszóltam. Dávid. Ezt pont láttam. Áj, de sajnálom. Felvezető körön. Szerintem letörte a szárnyát, Dávid kollega. Igen, de nem ezért egészséges nem az a számít. szárny. Vagy... Ez ilyenkor mindegy? Szerintem igen. Akkor nem szóltam, mert túl hevesen melegítette azokat a gumikat, aztán elvesztette az uralmát az alfa fölött. Hopp, pedig a Red Bull. Azt Nem törik, azt mondja Turbo is. Hát mit csinál már megint? Hát figyelj, ha Nem valahol törik amúgy, össze jól kell van. törni, akkor most törj össze. Ennél jobb lehetősége nincs. Hogy következmények nélkül összetörni. Itt Ádámnak is az óra is beállt. Helyére. Hoppá, így szépen állt a többi autó. Nézd az elejét, nézem a végét. Még ha tudnék váltani kamerát, ilyenkor ez így szokott. Nézzük a rajtot! Igen. És elindulnak ebben a pillanatban, nem tudok. Itt van. Elől nincs pozícióváltás, be fogják-e rakni, és ott cseh, beteszi. Hopp, hopp, hopp. És kiszorítja egy kicsit Ákost, ott törnek a szárnyok, mennek mindenütt. Klesszinek tört. Ujjjjj. Hopp, intér Ádám, kiment! Ajjajajajajaj! Ákos végig is! Ujj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 
Hát egy McLaren nullos. Geri most. Értem én, hogy mit szeretnétek. Ajaj. Puha. És közben Krupli vezet egyébként, mert ő jó ki ebből. Az egyik Ferrari is, Ákos végig is nagyon benne volt a dolgokban. Ott pedig történnek az események. Két Williams, Renault, Ricky. Ákos úr. Szegények leszének, már nem sem szép, tárni marad. Szép tiszta rajt, hát gyönyörű rajt volt, igen. Ez csak a szokásos. Megy a kamaskodás, elég szépen. Égákos. Nagyon csúnyán elfékezett, de nincs ott szárny azon a Ferrarin. Hát itt most sok autó nincs. Nagyon is nem egészséges. Itt nagyon sokan lesznek, mennek a boxba. Csak jó, hogy most felrakja a keményet. Igen. Már nem tudom, végig lehet-e bírni minden keménnyel. Szerintem meg lehet csinálni keménnyel, bár nem tudom. Nagyon sokan jönnek a boxba. Fú, itt a végén azért szárnyékileg Ricky csinálják a műsort. Ricky, Végákos, Klesszi. Jönnek a szépen. És Ricky, nézzük mit kap, közepeseket fog kapni és egy új szárnyat. Úgy látszik az első 9 úszta meg. A szülinaposunk. Ákocsú. Visszaesett a negyedik helyre. Lerajtolták, hogy mi történt, hogy ennyire visszaesett? Az elején ott volt minden, Ádám. Azt tudom, hogy kiterelték, azt láttam Ákost. Nagyon támadja Artit. Nagyon ott van. Közben Dávid és meg lehet. Itt pedig Ákos Hun és Arti. Arti védi a belsőt a poros íven. Ákos, ez ott még nincs meg, de meg lesz, mert Arti elfékezte. Így van. És nem, Arti visszateszi, elég agresszívan. Aha. Ákos most nagyon agresszívan rágyorsít, és így megvan a pozíció. El is húz Martitól, úgyhogy Ákos visszajött a harmadik helyre, illetve feljött a harmadik helyre, nem vissza, mert az első helyre jönne vissza, mert oda onnan rajta volt. Renátó és Dávid, igen. Dávid ugye lágyakon, Renátó pedig közepeseken. Krumpli kezd meghúzni. Elhúzni. Márkikó mit csinál? Ajaj. A boxba jönnek, ott onnan is szárnyannak a Mercinek. Nézzük Renátót, nagyon ott van Dávidba. Mint téred el, akkor legyen a kemények. Hopp. Nem. Nem, csak benézett. Nézd, megijesztette. Hoppá! Jajaj, azzal vigyázni kell, igen. Azzal ott vigyázni kell. Jó, megyünk feljebb, mert Sufni is ostromolja Desperádót. A közepeseken. Arti nem marad le még egyelőre Ákosról. Levi egy Y... Jaj, sorry. Igen, igen, igen. Szóval. Kösz. Turbo. Nézzük, ez szerintem itt meg lesz. Ja. Dél árnyék, DRS, 4-es, IRS. De jó, hogy ilyen kameraállásra váltott. És féktávon. Van. Itt jó. Cepeseken. De még... Ó! Oh! Uha! Gyönyörűen figyelnek egymásra a fiúk, micsoda verseny! Ó, azt a mindenit! Desperado nagyon keményen visszaszerezte azt az ötödik helyet, ami előnyből még egyenlőre. Mert még ugye a lágyak a jobbak, egyértelmű. Hát most még igen. Még igen, de nézd csak, hogy nem annyira. Desperado lecsúszott az ívről, a Sufni meg milyen szűket tudta tartani igen, az autó. Igen, ez előbb is. Fi, azok nem a lágyak hagyja. Lehet, hogy így... Hamar off. Megint nyílik a tényleg gyorsan. Igen. Még egy pozíciócsere. Igen. Ákos. Csatáznak egy kicsit megint. Sufni úgy látom nem rakta be.
krumpli három másodperc. Hát igen, azt ne is mondd, mert azok úgyis repkedni fognak azok a büntik. Az úgyis random, hogy... Majd a vége felé megnézzük ki, hogy fog ez történni. Igen, majd a verseny felejénél megnézzük a pozíció change-eket is, hogy hogy történt. Nézzünk előre. Hoppá, itt a végén megy a csata. Hunarmiéknál. Igen? Hármas csata. Hoppá! Ha? Bizony. Hunarmi kapott egy pofon. De Sancho. Hoppá, kidobta. Hát az baj, küldeni kéne neki invite-ot, de gyorsan. Igen, mint ha valaki hallja, én nem bélből. Tudok, de megnézem azért, hogy tudok-e neki. Nem. Hát mi nem tudunk. Ugyanez volt a múltkor vele, igen. Ugyanez, meg a múltkor neked se tudtam, Ádám, mikor kidobott Mexikóba. Nem tudtam. Hát igen, még ezt nem értem, miért, mert akkor versenyeztél. Hát most így beállt a mezőny, úgy látom. Igen. Arti van úgy déresen belül, Ákoshoz. Hát igen, az ő rajta van nekem is a kamerám. Na most már nem. Már nem. Spintér Ádám, nézd csak! Milyen gumikat rakott fel? Igen, kemény. Szó szerint kemény. amit most művel. Mert ez lehetséges, hogy innen ő a keményekkel ezt meg tudja csinálni. Hát erre kíváncsi leszek. Hát erre sárga is. Sárga zászló. Hoppá, sufni. Aha, forgat. Ott mi van? Az első szektorban. Hát meg kivel? Dávid visszajött már? Nem. Zai, szerintem. Uh-huh. Akkor... Nagyon a gázt, hogy... Dávidnak továbbra is jöhet a meghívó. Sürgősen. Tudom, hogy nem egyszerű kérés, mert csak versenyeztek, de... Hát meg nem biztos, hogy nézik. Nem tudom, hogy ki szokta hallgatni futam közben, például nem, mert engem zavar. Ez itt a probléma. És valaki épp csatában nem biztos, hogy azt nézi, hogy kit dobott ki, hogy majd behívja. Hát persze, közben Kunarmi támadja Deadly Markikót. PRS-sel. Hát... De támadást egy kicsit messze van. Hát, annyira nem. Pont Dávid szokta hallgatni, hát amúgy igen. Hoppá, közben Desperado és Renato helyet cserélt. Igen. Renato hibázhatott. De egyébként Renato szépen följött az utolsó helyre. Igen. Nézd csak itt azért Kunarmiék. Csinálják itt a show műsort. Tól érte Márkót. Igen. Márkikót. Csak ugye Márkikos tudhatja a DRS-t. Lesz én miatt most. Remek, Dávid. Dávid, tudod, hogy mi nem tudunk küldeni invite-ot? Hát érzem, Dávid. Igen. Persze, már jártam én is sajnos. Hát nem tudom, hogy... Nagyon közel van. És, ó, hát ez... Ez egy kikerülés volt. Unalmi index jobbra. Balra. Kikerülte. És ott közben Renato van nagyon közel. A másik Mercihez, Desperadohoz. Renato nagyon beindul. Vagy... Valami nem oké ezzel a Mercivel. Lehet, hogy kicsit visszatér. De 3000-es fordulaton. Ez lehet, hogy csak bagos nekünk. Lehet. De akkor is nagyon ott van Renato, nagyon támadja. Igen. De alapvetően Renato... Desperado előtt volt, nem csak elrontotta, azért előzte meg. És... Vagy elfagyott a gumi? A és Sancho visszajött. Na. Királyság. Na most kap szárnyat vajon? Na. Akkor csak elfagyott a gumi.
ez már megint hülyén írja ki, amúgy néz meg, nekem lágyak vannak elől, hátul meg közepesek. De közepeseket rakott fel, mert... Nekem teljesen ez közepes minden, ahol. Nekem lágyakat rakott fel neki rá. Szóval... gyönyörű. Hát azért 7 kör alatt elfogyott a lágy. Nem tudom, mert nézd csak. Csehék még mindig tartják. Cseh közben amúgy átvette a vezetés, nem is figyeltük. Tényleg. Ákos Huna második a szülinapos Huna. És ők 6 körig... De Cseh vezetett. És 6 kör óta nyúzzák már azokat a lágyakat. Nem tudom mikor fognak kijönni. Nem tudom, a Pirelli mit jósolt, hogy hány kör után. Hát erre most én sem emlékszek pontosan. Nem figyelte, de én sem emlékszek rá, úgyhogy nem tudom. Ez meg Krumpli. Előzi Sanchót. Nem tudom, ő még a AI. Vagy pedig már ténylegesen Dávid. Szerintem nagyjából, hogy a 10. körül van optimálisan. Most én így arra tippelnék, de nem biztos. Azért mondom, ez a 6. kör, ez kicsit korai volt még szerintem. Így, hogy végigmenjen a közepesen, majd meglátjuk. Legalább azt is meg lehet nézni. 12-13. Körre tippelek így, feketén írandó. Nagyon közeledik lesz, valamihoz. Tolja le. Krumpli volt kint a boxban, nem? Az élet 6. Ő is lányol rajta. Igen, mert közepesek vannak rajta. Akkor... De tényleg fognak ezek a lányok. Már alig vannak lányon. Hát igen, én... Nézd meg, és Dávid is jön már be. Lehet ez még 10 kör se lesz. Viszont elől a 3, vagy a 3-as srácok már húzzák a gumikat. Elég régóta. Hopp, itt pedig Ég Ákos és Niki. Ajjaj, az egy nagy korrigálás volt. Továbbra is üldözi a Ferrari-val. Ez szakasz, hogy van meg a srácoknak. Hát itt előzni, ha nem rontja el, és elrontja. Itt kikerült el. Nikit, aki mögé már megérkezett, Desperado is, úgyhogy... Igen. Desperado lágyakat rakott. Ja nem, jó, semmi, csak neked. Közepes. Igen. Friss közepes. Rigi pedig ugye már használ közepesen van 6 körösöket. Bár attól függetlenül azért 6 kör közepesen nem kéne, hogy elkopjon még. Egyáltalán nem kéne. Látszik a Mercedes. Új kár. Igen. Desperado. Neked is ez a hátsó kerekes nézet volt? Art is jön a boxba. Harmadik helyről. 8 kör. Arti, harmadik helyről, és vajon mit tesznek fel? Hát szerintem közepeseket fognak feltenni. Hát valószínű. És most már nem. Így csak... És csak... Keményeket rakott fel. Keményeket. Keményeket rakott fel. Hát az kemény. Az kemény. Arti az úgy gondolta, hogy... Ő felrakja a keményet. Mert hát ő erre már végig szeretne menni. És én most már csak Cseh és Ákos. Biztos, hogy végig megy vele. Maradt a lágyom. Az egész mezőnyben. Jó benne a gumikkal. Igen. Ők elől minél tovább húzzák szerintem. 2 másodpercre van Ákos, és ez a távolság nem akar távolodni, úgyhogy ő... Igen. Most az a kérdés, hogy Krumplihoz képest, hogy ő vezette a futamot, hogy most így nyernek időt, vagy veszítenek, hogy használt lányom mennek még a közepeshez képest? Na ez az. Ez itt a jó kérdés, hogy nézzük a tempójukat. Hát a futam végén mindenképp jó lehet. Frissen bőni. És klasszik a bőtájról. Vagy összetörte. Igen, szerintem ott volt a pálya szélén az első szektorban. Szerintem összetörte. Desperado előzi, Rikit. Leteszi belőle szépen. Kumpli. De Riki nem hagyja magát, visszarakja. Nem hagyja még, nem bizony. És csak. Kumpli véget hároszak. Jobban betrapod a Mercedes. Hoppá. Megint beteszi, azt figyel. Oj, de mély bevetődés. Az szép. Igen. Elném a kigyorsítása. Ez kigyorsítása. Így van. De ezt Rik nagyon szépen csinálta, milyen szépen. Amúgy igen.
Nem csúszott túl. Korrekt volt. Hoppá! Csak tolja le, desperátus. Hát igen, szerintem is nem turbo is az, hogy a krumpli két kiállása lesz. Igen, turbo is azt mondja. Hát... Na igen, azt már egy ideje nem olvas. Ha nagyon... Nem néztem, hogy addig körül ment. Igen. Hát előfordul. Nézzük, hány körül van. Most volt kint. Négy körös. Hát... A hatodikban volt. Hát figyelj, hogyha nagyon jól bánna a gumikkal, akkor kibírhatja, viszont... Hát... Úgyhogy hat kört ment a lágyakkal, de ezt nem azt mutatja. Most figyelj már, milyen tempója lenne. Dávid támadja Rikit. Elég szépen. Ott van az alfával. Sárga zászló. Igen. Deadly már Rikó. Még majd az egyenesbe szerintem. Az első szektorban dobálgatják szépen. Pintér Ádám meg. Ilyen is nyitva. Szárcseré. Riki védi a belső évet. Dávid belül próbálkozik. És megvan az előzés. Ezt szépen csinálta Dávid. Cseh pedig átlépte a... Nézzük Rikit. ...sebességet. Szerintem se hagyta magát. Nézzük. Hát ez Sancho-i pozíció. Gyönyörűen csinált Dávid. Ott pedig Cseh a boxban. És közepeseket kapott Williams pilóta. Meg 5 másodpercet kiegészítésként. De... Hopp. Ákos Hunnal... Fejmen lett a két autó. Tehát Ákos ugye üzemmeleg. Mikor már egy kör óta kim vannak azokon a... Kim van azon a közepesen. Így jobban el tudott menni, de ez csak átmeneti időszak, ugyanis csenek, ha bemelegszenek azok a gumik. Igen. De egy működött az elévágás. Igen. Működött az elévágás. Na, még pont ki lett számolva. Krumpli két tizedre, oda néz, Suflit fogja támadni. Igen. Nézzük. Sufli. Aha. Nem védi a belső évet sem. Lehet rájött, hogy nincs értelme. Szépen lezárja Krumpli. Krumpli úgyis el fog menni. Nagyon szépen figyelnek egymásra a fiúk. Na, beteszi még? Ki az? Nem. Az ott nem is lett volna okos betenni. Fettelféle megpörgés lett volna belőle. Azért ezt úgy... Nézd csak, ki vezeti a futamot. Renátó. Utolsó helyre. Utolsó. Jó, még nem volt két, de hát azért ez akkor is szép. Mert nem is ott volt. Hát igen. Tisztán egy ilyen negyedik, ötödik helyen. 11 körösök már azok a közepesek. Rosszul. És neki állt le a Torosso, ugye? Igen. Az időmérőn. Úgyhogy... Hát mondjuk más nagyon nem állhatott le, mert ugye és csak egy Toro Rosso volt. Igen. Nincs több Toro Rosso pilóták. Ez egyik eddig csodálatos, amit Renato csinál az utolsó helyről, tehát hogy hát az, hogy lehet innen varázsolni. Hát kell is a pont a Toro Rosso, mert eddig nem volt jó hétvége. Az egyik lerobban, a másik el se tud indulni. Utána mi meg, te meg kilaggolsz. Nem mondjuk ilyen egy másik liga. Igen. Na, nézzünk egy pozíció. Egyelőre Ákosi a leggyorsabb kör. Renato 14 helyet javított. Hát igen, lesz szép. De ez Sufli is 9-et. Igen. Jó. Pintér Ádám meg 11-et rontott. Hát igen. Ez egy ilyen... Ez a versenyzés, srácok. És egyedül Ákos még tartotta meg a rajt pozícióját. A hetediket.
Cseh, ott van, aki. Aki megérkezett Ákosra. Elég szépen. Igen. Ákos pedig érkezik Sufrira. Azt nézem közben, hogy Renato eléggé szoros helyre jöhet majd vissza. Hát de 7., 8., 9. az előnye Rumplival szembe. Én hát nem is hozzá kell nézni. Ugye még jön egy boxot. Hát az ilyen 24-25 perc körülbelül, az pont ez a Desperado környéke. És ott még nagyon szoros. Na itt pedig összegyűltek a fiúk, egymásra találtak. Ákos hunék. Igen, és csak itt szépen egymásra nem találtak a srácok. Itten... Cseh ott vár szépen a lepattanóra. Látni. Igen. De ő támadja jobban Ákost, azt hiszem észre. Hát Csehnek van a legtöbb erresek bármilyen közül. Igen. Bóról is van, azt hittem. Ákost érdemes figyelni, mert megtámadja Sufrit. Igen. Ő fogja a belsőt, gyönyörűen vigyázza egymásra a fiúk. Nem lesz a kívülről. Van kívülről? Körbe autóztak. Megvan. Ákos az így meglépett, igen. Szülinapja alkalmából erőt adnak a szülinap közben Dávid is támadja Desperádót, és ott hagyja egyszerűen, ne gyorsuljon, nézd meg. Ennyi volt. Körbe pont lemaradtam. Azt a mindenit Dávid mekkora hat sebességgel húzott el Desperado mellett, és... Igen, Dávid is. Hagyni, így van. Zárkózik fel szépen. Miközben Cseh. És Sufrira visszakapcsolunk, mert itt is... Igen. Egy adatot kapok. Kívülről. Sufri nagyon benne van most. Ó, de gyönyörűen ráfordul, láttad? Nagyon szépen, hát a Cseh. Még ő is nyithatja a DRS-t. Viszont szóval Sufri marad a szélányékba. Igen, pedig Krumpli is utolérte Renátót. Igen. Itt hamarosan meg fog történni a pozícióváltás, ez egy... Renátónak nagyon nincs már gumbia. Ahhoz, hogy ő feltartsa Krumplit. Szektor 1 és 2 sárga. Ajaj. Nagyon nincs már gumbia Renátónak. Most azért... Szorosodik a dolog. Most meg lesz valószínűleg. Ez itt, ha nem rontja el Krumpli, ez itt meg lesz. Mert nem. Rossz lett a kigyorsítása Krumplinak nagyon. Hát, hoppá! És ilyen Ricardo sem beteszi, és meg is van. Ez meglepő volt, hát itt. Nagyon úgy mutattam, hogy nem akar előzni. Igen, én e-sportosan előzött, de... Bár, hát ott csinálta. Van még. Beáltatta rá. De nincs gumia már, nem tudom, hogy vissza fog-e támadni. Nem viszont. Há, nyúlik el, nem tud mit csinálni Renától, mert hogy akar, nincs meg az a tapadása. Ő vissza tudja támadni. Hát most még DRS egy kicsit földárkozik a következő körre már. DRS-re lesz szerintem. Ott pedig... Desperado előzött. Desperado, igen. Konarmit elő... Konarmi előzte. De Konarmi előzte Desperado? Igen, de... Most vissza fog támadni, ha minden igaz. Nem tudom. Közel van. Beteszi? Hát, betette. Hát én megvártam volna az egyenest. Igen, jobban járt volna szerintem. Ne nézd csak így, most az ilyen ajaj. Illegál overtake lett szerintem. És Kunalmi nyitja a DRS, de Desperado is. Desperado is, igen. Akinek a múltkor valami baj volt a DRS-sel, mert az Istennek nem akart kinyílni. Mexikóba. Igen. Igen. Ott rögtünk rajta Istivel, hogy nem akar kinyílni. Érese, de most nyílt a Mercin. És közben Cseh tovább támadja Ákost. Tizenhatodik körbe. Erre sem van mindkettőnek bőven most. Igen.
Ez melekos végén a boxba. Hoppá, Márkikó. Az ott egy... ne! Mi történt? Nem tudom. Nem akart lehúzódni a kék zászlóba. Kék zászló miatt Márkikó elengedés, nagyon rosszul jött ki, vagy nem tudom. Az ott egy feltöbbet nézett ki. Igen. Márkikó már nem maradt kapott egy kört, szerint. Haha. Hogyan tudok bejönni? És most szélányékból ki fog bújni cseh? Ákos hún. És végtávon visszajön, gyönyörűen versenyeznek, oda néz. Cseh lesz jobb pozícióban. Hoppá! És nézzük meg, mekkora mély féktávot vett, de ez lesz a veszte. Cseh itt most meg tud lépni. Igen. Itt is sok volt már. Igen. Szépen csinálták a srácok, nagyon figyeltek egymásra. Igen. Jó a taktikázat se, tudta, hogy utána ő lesz belső jól. Majd nyithatja a DRS-t Ákos, nos, nem tudom, hogy ezt fogja ezt hagyni. Itt csak közeledik. Hát nem úgy tűnik. 5-es DRS sem. Nagyon hagyni akarja. Végtelen, szinte megérkezett rá. Renato már 16 kört volt a közepesen. És Sufri is. És ott van a második helyen Renato, igen. Eszméletlen, mit művel a srác? Igen, hát ez olyan peredes taktika. Igen. Jó gumi kezeléssel is tudjiba följön. De jó. Kifizetődő. És a végén ő lágyat fog kapni, se felejtsük el. Igen, valószínűleg. Hát, ott jön egy safety car, vagy valami. Ne adj Isten. Akkor Renato lágya, a friss lágyakon majd a vége fele ott aratni fog. Igen. De valamit támadja Sanchót. Ez az egyenes végére lehet valamit. Igen, belülről, vagyis először. Hát, ez esélye nem volt Dávidnek. Nem borús Erőté. Az idő egyébként, látod azokat a felhőket? Hát igen, kicsit borul befelé, már nem süt a nap. Közben Dávidra kapcsolunk. És cseh megfutja a legyen. És megtámadja Kunalmit. Dávid nagyon nagy formában van most. Meg Kunalmi előzte meg Dávidot. Kunalmi előzte meg Dávidot? Aha. Aha, nem figyeltem, csak már olyan közel vannak egymáshoz, gondolom lehet, hogy... De Dávid nem fogja hagyni szerintem, és csak... Igen, és vissza tud támadni. Hármas éres... Nem, hogy vissza tud, vissza is fog, és csak... Hát, bevetődik szerinted? Szti, nem, na, Dávid ez nem olyan. Okosan csinálja, nem kockáztat feleslegesen. Okosan, így van, ő nagyon okosan csinálja, mindig is csinálta. Mondjuk sokat nem volt, nem csatáztunk együtt Dáviddal sajnos. Nem is versenyeztünk nagyon együtt. Hát igen. Úgyhogy nem. Na, csúszkál alatta. Az alfa. Visszakapcsolunk Cserre, ugyanis megérkezett Renátóra, aki már tizen... Hány kör? Igen, megnézem. 17 körösök rajta, az igen. A gumik? Igen, 17 körösök rajta a gumik, és még mindig ott de van a második helyen. Az ötödik. Sufnin is, Kunalmin is 16 körösök, és most jön a boxba Renátó. Nézzük, mit kap. Na erre kíváncsi vagyok. Meg hova jön vissza? Lágyakot fog kapni. Hát én nem már lágyakot. Renátot fogjuk nézni. Lehet fikázni, most ő rá kíváncsi vagyok, hogy mit fog kapni. Hát valaki az elején elment 10 kört lágya. És csak ott vannak azok a pirosak. Készítették a szerelők. Ott a piros falu. Na igen. Ez most így érdekes lesz Renátó szempontjából. És Ricky is. Kunalmi elé ki fog jönni. Illetve nem is Rickynek, már 7 körösek azok a lágyak. És Kunalmi elé jön be? Így van.
És bizony, lágyak virítanak azon a tororosszón. Na hát most ez jó lesz. Marty. Hoppá! Nagyon közel. Márkékó megint kiforgott. Keményekkel. Tízkörös kemény keverékű. Hoppá! Állik annak a Williamson. Márkékónak sérült a szárnya. A jobb eleje. Ajaj. Nagyon elve se tudja venni. Ez a Mercedes, ez nem egészséges. Igen. Desperado a leggyorsabb kör. Bár most azért Renátónak elég nagy esélye lesz, hogy ezt elveszi. Ezt a leggyorsabb kört. Dávid. Továbbra is unalmi mögött. Nyílik a DRS az Alfán. Mert messze van. Elfogy az DRS. Közben jegyezzük meg, hogy most Renato kb. 7,4 másodpercre van Artitól. És nézzük, hogy pár kör múlva, vagy közeledik-e. De most már 7 másodpercen belül. Azt ahogy jön. Igen. Nézd meg, 6,8. Jó, mondjuk azért a lágy is el fog fogyni a végére, tehát nem fog ilyen tempókodni végig. Még azért van 8 kör hátra. Nézd csak, az előbb a 6. körben, meg a 7. kezdtek el jönni. Ne cserélni a lágyakat. Azért. És meg az erdes is majdnem tele van. Sufni ahhoz van, és Sufni is lágyakat rakott fel, huha! Hát akkor versenyezhetnek leggyorsabb körért, ketten. Bizony. És megnézem Renátónak ezt a körét. Alfa Dávid. Na, Dávid. És Dávid elé jön ki Sufni, de szerintem nem sokáig maradok, mert meg kell melegedniük azoknak a lágyaknak, bár ki tudja. Ákos, továbbra is ott van, cseh mögött. Még 37, egy a leggyorsabb kör, Desperado. Nézd csak Sanchót! Nézem. Ekkor tempó különbséggel érkezik Sufnira, viszont Sufnin frissek azok a lágyak, úgyhogy nem igen. Tudom, hogy Sufni szerintem fél körön belül így elkezd meglépni majd. Hát, már kicsit csoda kéne, hogy tartani tudja. De 12 körös közepesen. Na, Renátonak meg lesz a lila. Vagy de? Hirtelen reáltott Trumpira kapott egy büntetést, de meg lett neki. 35-8. Nem is kevés se. Na, ez... De még ilyen Sufni majd. Sőt, Kunarm is felrakta a lányokat. 7 kör van még hátra. Igen, nézek addig egy büntetés, mit szólsz. Igen, mindegy. Mi lett Ákossal? Melyik Ákossal? Kettő van. Az egyik itt van a harmadik helyen, támadja Chet. A másik Ákos pedig... itt van a nyolcadik helyen a Ferrari-val. Krumplinak van. Rányosan, senkit nem zavartatva. 6 másodperc. Mindegyik, azzal nem matekozzunk, majd a végén kiderül, majd a játék kimatekozza nekünk a végén, hogy ki hanyadik lesz. Csak ezért, hogy... ja, persze. Nézzük, hogy ki hogy el. Például Ákosnak nincs büntetés a harmadik helyen. Bizony. Artinek és Renátónak egy-egy van. Cseh megelőzte? Igen. Cseh megelőzte Ákost, még az már nagyon régen történt, és de viszont Ákos nem adja. Vagyis hát ott van. Viszont egy körrel idősebbek azok homik, mint Cseh Williamsén. Hát igen, hát ha most így marad, akkor Ákos nyer a büntetések miatt. Igen.
tüli napos Ákos. Igen, csak hát ezt gondolom nem tudja, hogy kinek mennyi büntetése van. Rávid közben a boxban, 14 körös közepesekről átvált lágyakra. Igen. Csak arra elmennek arra a leggyorsabb körös egy pontra. És visszaesik a 9. helyre. Hát, Krumpi nem hiszem, hogy még fogja bírni. Szerintem neki kell jönnie még. Vagy így is 16 körös. És még van 6 körülbelül. Hát igen, és Renátra közben utolérte Artit. 3 kör alatt 2 másodpercet lehozott. Tarti nagyon csúszkál, és... Igen. Igen, tehát ez... A kemény ez itt kilőve. Hiába nagyon fognak a lágyak, de akkor is. Hát, a kemény meg egyszerűen... Nem tudsz ott lenni. Nézd meg, akik keményen vannak, Márkikó utolsó kapott egy kört. Arti viszont negyedik, az szép, de nagyon csúszkál. Hát ez mindjárt ötödik lesz szerintem. Ha így folytatja Renátó. Igen. Hát Renátó el fogja kapni a friss lágyakon, ez biztos. El kell kapni. Hatalmas gumi előnnyel, ráadásul 2-vel lágyabb keverék is van rajta. Ezt meg kell csinálni, ez kötelessége egy versenyzőnek ilyen szempontok alapján. Igen, már most az utolsó körben nagyjából tartotta ezt a távot, Arti. Arti amúgy jól csinálja a dolgát. Hát igen, csak hát csatánál annyival jobban fog tapadni a lágy, hogy nem tudom, hogy fel kivédekedni. Hát már ott van. Szűkebben tartja. Illetve nem, nem tartja szűkebben. De itt, ezen a részen szűkebben tartja. Itt jól levágja, nem baj. Nem kapott érte semmit. Hát, vagy csak varrénbet. Hát az most meg lesz. Hát az biztos. Hát ez... De nézd meg, azért gyors az a Williams azok a reményeken. Na? Mélyebbet fékez, hát meg. Túl mélyebb. De, megvan. Ennyi volt. Az első három azért szépen összejött. Igen, ők itt azért. Hát, Krumpli azért kezdi veszíteni a tempóját most már. 18 körös gumival. Ákos Hunnak nincs. Ilyenese. Hát, figyelj, szerinted Krumpli ki fog még jönni 4 körrel a vége előtt? Nem. Nem lenne értelme. Minek jönne ki? Vezet? Hát igen. 22 kör, végig bír a közepes. Hát látom. Renátó az 17-8-at mondom, és úgy jött ki. És már az is soknak tűnt. Hát ki hogy menedzseli a gumit, most az olyan. Hát igen, csak hát előtte meg a lágyan. Kijött 5-6 kör után. Na igen. Tehát az a fura. Lehet a lány nem működik annyira. Red Bullon. Deadly Markikó feladja. Inkább. Ott egy kört is. Nem azért futó helyén. Nem. Nem jött össze neki. De nem is a Mercedesé, hát Desperado is ott van a 10. helye. Igen. Ákos nyer a büntig. De igen, ha ez így marad, akkor Ákos behúzza. Már pedig úgy néz ki, hogy egyszerűen nem akar tőle távolodni Cseh. Sőt, még néha közeledik Csere. Ákos. Csak arra kell figyelni, hogy kapjam. Hoppá! Most kapom a büntetés pont. Ákos. Hát igen. Egy 3 szeket. De még így is jó van. Hát itt nem nehéz összeszedni, azért nagyon szigorú a játék, ha belegondolsz. Mindenért ad. Hát igen.
Nem kell az a nagy tehetség, hogy összeszedjük a büntiket. Három másodpercet ad a három warningos büntetésnek? Vagy kettőt? Igen. Hármat? Hármat. Hát akkor viszont Krumplinak 9 másodperc, ha mondom is 6. Jó. Hát akkor Csenek, a harmadikra Csenek van 5. Zsákos mondom 3. Nem tudom amúgy mi alapján osszam, mert van amikor 2-t ad. Aha. Krumpli már 19 kör óta nyúzza azokat a közepeseket itt az élen. Hát igen, jól, jól bírja. Hát két kör van még. Szerintem mindig három, azt mondja turnó, hogy öt körösöknél van csak 2 másodperc. Akkor lehet azért kevertük. Akkor jó, igen. Messze van még Ákos. Ehhez képest Cseh is körülbelül ugyanannyira. Hoppá, a féktávon megérkezik. Egyébként Cseh nem lenne büntetésem, úgy csak a box utca bejáratnál túl gyorsan, mert azért kapott ötöt. Tehát egy pályalevágásra nem kapott. Hogyha ezt nem nézi be, akkor nem most. Eddig ő lenne a legjobb pozíciója. Hopp! Igen, ez kicsit sok volt. Picit. Azokkal a 16 körösökkel, padlóval azt már nehéz megcsinálni. Nagyon akarja, már látja, hogy nagyon vége van a futamnak mindjárt, aztán nagyon... Nagyon meg fogja nyomni szerintem Ákos így a végére. Nem sok ére sem van hozzá. Csenek több van. Huhú. Azért... Krumpli milyen szépen végbírja. Igen. Most nagyon nyomja. Látszik rajta, hogy nagyon túlerőltetettek ezek a kanyarok. Ugyan a határon. Lehető legnagyobb sebességgel. Próbál átmenni rajtuk. Én meg mindjárt éhen halok. Ez az. Na és most. Viszont nincs IRS. Hiába nyomja fel 3-asra, ha nincs. Viszont szélárnyék, DRS, de Csenek meg van. Igen, és ő felnyomta overtake-re, tehát ez a különbség. Bizony. Igen. Hát, de jönnek, lekörözöttek. Bizony. Ha, Rikire megérkeztek, Rikiéknek el kell engedniük. Így van, Riki meg is teszi ezt. Pályán kívül gyönyörűen. Hoppá! Egy kicsit megzavart a Cset, és el... Hát most nem jó helyen van. Ó, de rosszul jön ez ki. Ajaj. És ezért kap se 3 másodpercet. Ez Bálkos is beteszi, kihasználja. Fej mellett a két autó. Ugyan azotok fiúk egymásra. Hát sem, most teljesen kiesett a Rikki. Hát, de miatt a lekörözés miatt ez nagyon rosszul jött. Hát igen. Rosszul jött ki neki ez a lekörözés. Hát, alapvetően el akart engedni Csert, amúgy csak megcsúszott csak a kigyorsítás. De utána már utána is el kellett volna engednie. Sesik az eső, ha jól látom, utolsó úgy körre. Igen, csapkod az eső így az utolsó körre. Túlzás, hogy esik, de így csapkod. De pont megzavarhatja. Hát figyelj, de állom azért, így a rendesen esik. Így egyértelműen látszik. Igen. Már most rákezdett itt nekem is. De megkezdett esedni az aszfalt is. Bizony,
Ez még itt megtrifálhatja a pilótákat. Cseh, a két körrel előbb jön az esőt. És vissza fogja előzni Ákos, nézd oda. Igen. Meg lesz. Meg. Hoppá, miért később végezett Ákos, azt figyeld. Igen. Kösz a pintér eltámadt. Azt figyeld. Így az utolsó körre nagyon elvadultak itt a fiúk, eddig nagyon nyugi volt. Pintér Ádám is beleharapozik. Nem dél akart félre. Hát még nincs abban a tába. És meg keresztbe áll a Renault-val. És nézd meg! A... nézd meg! Renault-soknak nem nagyon tanították meg, hogy jelent a kékszer, úgy látszik. Nem. Nagyon sárgában kimaradt. Vannak. Na, és elkezdtem érni. Ákos bizony. És cseh a harmadik. Szülinapja alkalmából megnyerte. Hiába büntetésekkel, de akkor is a győzelem az győzelem. És Renato. Renátót külön dicsérjük meg, az utolsó helyről a negyedik lett így a rosszó pilótája. Nagyon jó. Arti is 10-20 körig nyúzta azokat a keményeket. És jön érkezik Sufni a hatodik helyen. Utána nem sokkal Kunalmi, ő is lányakon. És ház győzelem ismét. Illetve nem, mert a múlt héten Ferrari győzelem volt. Úgyhogy nem ismét, de ház győzelem. Ferrari motoros autó. Na igen. Vég Ákos a 8. Dávid 9. Dávidnak azért már megértődik az eső egy férfire. Dávid a 8., mert Ákosnak annyi büntetése van, hogy Dávid felugrott a 8. helyre. Igen. Pár körrel ezelőtt néztem, rá várunk még. Akkor. Ő lesz a 10., ha minden igaz. Az utolsó pont szerző a mezőnyben. Sufni a leggyorsabb kör. És hát... Desperado bizony a 10. Egy pontot tudhat magáénak. GG Renato Ákos, szép volt. Igen, jó kis futam igen volt. Tetszett. Én is őket mondanám talán egy a legjobbnak most. Nagyon megérdemelten, ez egy nagyon tökéletes szülinapja ajándék Ákosnak. Igen, bár amit krumpli is jól van, már szemekedikről rajtolt. Ez ennyi volt. A két Renault szerintem még lesz vizsgálva futam után itt a végére, mit csináltak. Ez itt a végeredmény. Ákos tehát nyert, Krumpli a második, Cseh a harmadik, Renato a negyedik, Arti az ötödik, ez a top 5. És mindjárt mondom a többit, csak feltöltöm gyorsan ezt a képet. Sufni a hatodik, Kunalmi a hetedik, Sancho, Dávid a nyolcadik, Ákos a 9., Desperado az utolsó pont szerző a 10., top 10, és akik nem szereztek pontot, az Ricky, Pintér Ádám, Márki, Kók, Lesszi, Vasgeri ugye ő... Egyből kiesett a rajtnál. Igen. Ricky. Nem sikerült ez. Ja. Sufni a leggyorsabb kör. Mondhatnám, hogy az ő versenye, Sufni a leggyorsabb kör, így van. Dávidé pedig a külön díj. Mert egyedül ő nem kapott büntetést. Igen. Úgyhogy kinyitom a partit, és várjuk az embereket. Rám lehet joinolni, nyugodtan. Belépek közben a... interjú szobába. És várjuk az interjúzó emberek. Nem vegye neki. Szeretnének. Hát ebből nem tudok jól kijönni, mert rosszul kezdtem el. De már olyan fáradt vagyok, hogy nem igaz. Meg éhes is. Jön valaki interjúzni, nem tudom. Azt nézem.
Írtál be a csoportba? Nem még. Peti, az jön, úgy látom. Joinolj be nyugodtan, Peti. Renátó is megérkezett. Hello, csőcső. Hello. Ákos is. Hello, hello. Dávid. Sziasztok. Hello, 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 hello. Üdvözlet. Öcső, na, várjatok, mert még várunk. Én várok, én totálisan ráérek. Hát, akik írták, hogy jönnek, azok itt vannak. Más nem látok, hogy aki akarna jönni. Hát kezdjük, aztán majd jön még, aki akar. Na persze, úgyhogy akkor kezdjük akkor szépen sorba. Ákos, boldog születésnapot! Boldog születésnapot van. Jó, le vagyok. Meg is nyertem ezt a gyönyörű futamot, úgyhogy mesélj róla, hogy milyen élményed volt neked most ezzel a versennyel kapcsolatban. Hát, megszereztem a pólt, aznak nagyon örültem, de ott az elején nem tudom, mi történt, össze-vissza ment mindenki, meg is le is tört egy kicsit a szárnyam, aztán végigmentem a harmadik helyen, Krumplés cseh mögött. Aztán jött a box kiállás, és undercut-tal megelőztem cset. Elé jött, vagy mögém jött vissza. De valahol a futam közben megelőzött. Akkor próbálkoztam, mindenféle spóroltam, akkor visszatekeltem, ott tart nem nagyon vált be, és valahogy az utolsó körbe sikerült megelőzni, aminek nagyon örültem. De nem gondoltam volna, hogy első leszek, mert nem tudtam, hogy Krumplinak is van büntetése. Úgyhogy az engem nagyon meglepett. Meg én azt hittem, hogy visszaesek a harmadik helyre, mert Jeff azt mondta, hogy Csehnek nincs büntetése, és nekem meg volt. És így nagyon Jeff az össze-vissza beszélt mindent. Igen. Hát, meg Cseh a végén szedte össze egy csomó büntetése, a Renault miatt, mert feltartotta. Ez az első, ez nem tudom, hogy honnan jött és miért, de meglepett. Már különösebb gondot nem okozott. Sokakat meglepett, igen. Hanyadik születésnapod egyébként, ha megkérdezed? 15. Na. Na, hát akkor is tényleg. Köszönöm szépen. Köszönöm. Gratulálunk. Következő úriember. Ja, megszólatom. Szólítom. Nem tudok beszélni. Szólatom. Nem baj. Renátó. Na, sziasztok, hát köszönöm. Elnézést kérek az időmérős pakiért. Semmi gond. Nem volt. Jött a szükséglet. Igen. Az fontosabb volt most mindennél. Úgyhogy ennyi. Hát nagy bákon volt, hogy az utolsó helyről indultam be, így legalább nem jött nekem senki, és nem törtik le a szárnyamat. Igen. És igazából nekem a futamnak ez volt a kulcsa. Mert láttam, hogy ott elől mi volt, és mondom, itt hova hát igen, nem tudom az ember sehova menekülni. Úgyhogy ez elég gatya volt. De jó futam volt. Kifejezetten jó volt. Ez most a második, negyedik helyem, hogy most már csak a dobogók hiányoznak. Nagyon nagyot műveltél, az biztos az utolsó helyről, igen. Ja, köszönöm szépen. Próbáltam valami jót, meg túltankolt kocsival is mentem. Hogy legyen mit. Összejött. Kifogyasztani. Gratulálok. Próbáltam a gumikra is vigyázni, amennyire lehetett. Köszönöm. Úgyhogy nagyon jó volt, gratulálok mindenkinek. Egy nagyon jó futam volt. Igen, én is így látom. Úgyhogy ja. Na Dávid. Eljössz. Levi? Levi. Hát
Igazából megmondom nektek őszintén, én az internet, vagy a időmérő alatt én imádkoztam, hogy valaki még ott javítson, hogy sufni, vagy valaki. De hát nem, én pont 10. kör rajtoltam, természetesen honnan máshonnan, pont a húzarálóból. Úgyhogy pont láttam azt, hogy szegény Pintér Ádámot ott kibolyózták. Igen, ott volt minden. Aztán igazából nem tudom mi történt. Ledobott az a csodálatos szerver. Innen is köszi az inverseket sufni, nem tudom, hogy hallod-e. Aztán hogy csinálta? Visszatértem. Igen. Aztán... Aztán amikor visszajöttem az autóba, pont akkor előzött meg Krumpli. És akkor jöttem ki a boxba a közepesért. És akkor ott úgy... Csatáztam egyet, kettőt, hármat, sokat. És így aztán jött a második lágyes setup. És folyamatosan infóztam Jeff-el, hogy Kunarminak mennyi büntetése van, mennyire van Kunarmi, mert egyébként amikor ledobott a játék, utána konkrétan nekem az az időmérős dolog, ez megkergült. Tehát ott volt előttem az autó, és kiírta, hogy 3 másodpercre van előttem. Aztán jött az eső, és szerte fosztottak az álmok, hogy na, hogy mondom én meg fogom előzni Kunarmit. Hát nem. De egyébként nagyon nagy formában voltál ma. Hatalmas. Igen. Egyébként láttam. Egyébként nagyon szeretem ezt a pályát. Tehát vártam is, hogy egyszer ide... Texasba. Igen. Igen. Úgyhogy gyorsan bevezetem is téket valahol, aztán aliga. Ja, én is vártam rád, Dávid. Igen. Neked nem volt büntetése, Dávid, amúgy. Igen. Ez a másik, amin meglepődtem, hogy mondom, úristen, tehát például te ott voltál Renátó pénteken. Igen. Igen. Na és akkor így mondtam, hogy na, mondom, hogyha ezt én megoldom büntetés nélkül, akkor én nem tudom. És lássátok, megoldottam. Na. Ja. Szép volt, ahhoz a külön gratulálunk. Hát köszönöm. Na, mit szerettem volna még mondani? Hát azt ja, nem igen, tudom. Is köszönetet szeretnénk mondani Ádámmal, hogy megengedted, hogy ja. Tudjunk a McLarenbe. Most egy még most élvezzétek ki. Ezzel. Ez biztos. De egyébként az, hogy harmadik szezonban McLarenesek lesznek-e vagy sem, az csak és kizárólag rajtatok. Igen, tudjuk. Meg azt, hogy ne adj Isten, ne vigyék el. Igen. Hát ezt majd meglehetjük. Hogy érted is? Odébb. Hát... Nem értettem, sokan beszéltetek, hogy micsoda? Hát, hogy majd ez, hogy ki... Tehát, hogy meg lesz ennek a McLaren-kör visszazonra, ez csak és kizárólag rajtatok fog múlni, a selejtező futamon, meg úgy unblock azon, hogy ne lopják el előletek. Hát gondolom sorrendbe válaszol. Igen. Aha. Jó. De majd egyébként erre... Egyébként, ti tudjátok, mit történt a rajtnál? A rajt után? Az első pár kanyarba. Csak annyit láttam, hogy... Pintér Ádámot valakit kigolyózta. Elég súlyos. Igen. McLaren volt, vége, de nem sufni. Nem, a Geri Vas volt. Geri? Kerékkel, bal első kerékkel, jobb most oldalt. Most nézem vissza a live-ot. Zenémet. Kíváncsi vagyok, még valaki voltok, volt, mert én meg csak mindenhol annyit láttam, hogy össze-vissza megy mindenki. Na jó, srácok, akartok még valamit hozzáfűzni, mert én nem mennék akkor. Nem. Köszönjük szépen a közvetítést. Köszönjük. Hát, nagyon szívesen, én mindig itt leszek, innen vasárnap. Jó, oké. Ez a vasárnap, ez nekem szabad mindig, hál' Istennek. Na, hát akkor üdvözlöm, srácok. Mindenkinek. Nektek is, köszi és jó futamot nektek, na. Sziasztok! 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 Sziasztok!